A város óvodáinak életében meghatározó a mindennapi testmozgás. Ebben az évben újabb három óvodában épülhet meg a Nemzeti Ovisport keretében egy korszerű kinti sportpálya. Ennek részleteit dr. Kovács Gergely alpolgármester ismertette. Hajdúszoboszló város önkormányzata ismét sikert ért el a Nemzeti Ovisport program keretében. Így 2020-ban újabb három tagóvodában épülhet meg a korszerű sportpálya. Ezeknek a kis létesítményeknek számos előnyük van többek között, hogy a sáros időben is tudják a gyerekek használni a szabadtéri foglalkozásokhoz. A sport mellett a köznevelés is a területemhez tartozik, és gyakorlatilag ebben az esetben az a kettő optimális találkozásáról beszélhetünk. Az előzményekről annyit, hogy ezt még az előző képviselőtestület idején nyújtotta be a hivatal ezt a pályázatot három óvoda, ugye nyolc tagovodája van a városnak, abból három már korábban részesült a Nemzeti program keretén belül támogatásban, és három Ovi foci pálya, három katlan már átadásra kerülhetett, és nagyon szeretik az óvodások, nem csak futball, hanem kézilabda, tollaslabda, röplabda, meg egyébként aktív testmozgásra kiválóan alkalmas, és a kevesen tudják, de az óvon ők is kapnak ennek a projekt keretében egy olyan képzést, amivel ők gyakorlatilag tudnak újakat mutatni a gyermekeknek. És a hása jóvoltából a utánpótlás labdarúgó edzők is oda látogattak, és úgymond egy ilyen tehetséggondozással egybekötött kevcsináló program keretében mozgásra bírták a kicsiket, személyes tapasztalatom, hogy nagyon nagyon élvezték, és utána többen már valamelyik sportágat az iskoláskorukban el is kezdték űzni, akár egyesületi szinten. Na most itt a, a alapítvány jó voltából újabb három óvoda részesült ilyen ovi foci pályában, vagy ovi sport pályában, mert az ovi focinak indult, de most már minden sportágat, gyakorlatilag minden labdajátékot egybefog. Jelenleg a Mesevár, a Manókert és az Aranykapóvodákban lesz 2020-ban pályaépítés. Sajnos a Szivárványovoda az, amely ebből egyelőre kimaradt, és ez az nem azért van, mert valamiért pikenne rá az önkormányzat, hanem egész egyszerűen azért, mert ott nincs annyi hely, hogy beférjen. De az ottani gyerekekre is gondolunk, és majd valami, mint fenntartó, majd valamivel megpróbáljuk ápótolni a szivárványovisokat is. A sportpályák az uniós szabályoknak megfelelő technológiával, infrastruktúrával épülhetnek meg, a mai kor követelményeinek megfelelve. Itt a alapítvány korábban már beszerzésen kiválasztotta a kivitelező, tehát mi, nekünk ezzel teendünk nincsen. Szabványpályák, tehát teljesen egyforma pályák valósulnak meg mindenhol, ezt egy kivitelező készíti, és az önkormányzatnak, mint fenntartó gyakorlatilag annyi a dolga, hogy egy megfelelő méretű területet, üres területet biztosítson a, a pályépíték számára, illetőleg hát, hogy egyéb infrastruktúrális kiegészítésekkel, járda, útburkolat, hogy azért megközelíthető legyen a pálya, az a, az a fenntartó feladata lesz. És egyébként is el kell mondani, hogy az önkormányzat megközelítőleg bruttó 13,5 millió forinttal támogatja, önerővel támogatja a pályépítést és a többit azt az alapítvány társaságadó forrásból finanszírozta. Ezúton is szeretném megköszönni azon hajdúszoboszlói vállalkozóknak, akik társágaró felajánlásukkal is hozzájárultak, hogy ez a, ezek a csodálatos létesítmények megépülhessenek 2020-ban. Milyen nagyságúak ezek a pályák? Ezek a multifunkciós sportpályák 6-12 méteres nagyságok, tehát gyakorlatilag ezt a területet kell a önkormányzatnak, illetve az óvodának rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy megvalósulhasson az építés, és akkor így a gyerekeknek a aktivitása, kielégítése kerül, és a mozgás fejlődjön. Említett, hogy itt a pedagógusok, az óvónők külön képzéseket kapnak. Milyen plusz jelent ez a pálya, milyen plusz képzésekkel találkozhatnak a gyerekek, illetve a hásét is említette? Hát gondolom nem kell mondani, hogy mondjuk egy tavaszi időben, amikor még hogy elég, a, egy, hogy néz ki egy óvodaudvar, mondjuk a tél utáni időszakban, Na most itt ez a, ez a pálya ez azonnal birtokba vető gyakorlatilag, tehát hogy ez és szilárd burkolattal ellátott, úgyhogy már önmagában az, hogy korábban tehát többet tudnak ott tölteni mondjuk egy, egy, egy udvaron, illetőleg ö, olyan modern ö, eszközökkel és modern képzéssel van ez a pálya ellátva és megtámogatva, amely a gyermekeknek a, a mozgáskultúráját ö, fejleszti és hát ugye tudjuk, hogy ezek a mai gyereknek nagyon komoly mozgásigénye van, és ez ebben is segít, hogy a, az aktivitásokat itt ezen a pályán tudják kitölteni. Az csak egy, egy plusz dolog. Én azt gondolom, hogy csak önmagában már akkor hasznos ez a pálya, ezek a gyerekek csak fognak és ráeresztenénk, de így, hogy hogy korszerű mozgásfejlesztő tréningeket kapnak itt, ahol mindenki a saját erényei szerint fejlődhet, akkor ez csak egy habatortán. Említette, hogy a köznevelés is a polgármester úrhoz tartozik. A költségvetésből hogyan sikerült egy kis támogatást nyújtani az intézményeknek? Igen, ezt köszönöm a kést, nagyon nagy örömmel tudok erről beszámolni, ugyanis ő, nekünk ez szívügyünk is. Én magam is három gyerekes apuka vagyok, igaz, most óvodás gyermekem nincsen, de, de van tapasztalatom a, a óvodáknak a helyzetéről, és ugye az óvodák, az iskolák ellentétben az önkormányzat a, a fenntartó, tehát a teljes mértékben hozzánk tartoznak úgy ítéltük meg a hivatal műszaki kollégáival közösen, hogy a óvodáinknak a általános műszaki állapota nem kielégítő többségében. Volt olyan óvoda, például az Aranykapó óvoda uniós pályázattal kívülről megújult, de összességében mind a nyolc óvodánkra ráfér egy, 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 komplex rekonstrukció, és mi azt szeretnénk, hogy ne, ne ö, ilyen viszmajor beavatkozások történjenek, hanem előre felállított prioritás alapján évente két óvodát újítsunk fel. Elsősorban belül gondok, és nem luxus dolgokra, vezetékcsere adott esetben nyilázáró fűtés, padló, padlócsere, a fürdőszobák, mennyivel melyik óvodának milyen hiányossága van, mert azért korábban is voltak beavatkozások, és akkor így a ciklus végére a, a városunk összes tagovodája meg tudna újulni, és akkor belefoghatnánk az iskolákba, ami ugye a tankerethez tartozik, de az ingatlan tulajdonosa továbbra is az önkormányzat, és hát mi, a mi véleményünk az ugyanúgy a mi gyerekeink járnak oda. Úgyhogy erre a célra sikerült most a 2020-as költségvetésben a korábbihoz képest plusz 50 millió forintot elkülöníteni az intézni felújítási keret terhére, ami is mi kértük olyan a hivatal dolgozóit, hogy a, itt a, az óvodák felújítása élvezzen prioritást. Ezen felül szintén újdonság, még egy köznevelési alap létrehozása. Korábban ugye a civil szervezetek támogatásánál az alapítványok mindig külön elbírás alá estek, és egy viszonylag alacsonyabb összeg volt megállapítva alapítványok támogatására. Most ebből a köznevelési alapítványok, illetve a alapítványok, tehát bölcsede, óvoda, általános iskola, illetve közép az alapítványai részére egy külön 5 millió forintos keret került a költséget és melynek a részletes pályázati felhívása a február ülésen kerül majd elfogadásra, és utána lehet pályázni előláthatóan március 20-ig ezeknek az alapítványok erre az összegre. A célunk, hogy ezzel is könnyítsük a, a, a gyermekeknek a lehetőségeit, akár apróbb infrastruktúra javításokkal, eszközbeszerzésekkel, rendezvényekkel és egyéb, egyéb szakmai továbbképzésekkel akár.